napot kívánok! Éppen a himnusz szövegének, születésének 200. évfordulója van, de amikor megszületett és Kölcsey megírta nagy magányában, akkor persze még ez nem volt a nemzet himnusza, hanem jóval később, jó 80 évvel később lett azzá, nagy viták közepette, ami nem véletlen. Úgyhogy úgy gondoltuk Somfai Péter szerkesztő kollégámmal, hogy erről most érdemes lesz beszélni, annál is inkább, hiszen Nyáry Krisztián író, szervusz. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Nem is olyan régen, tavaly valamikor jelent talán meg a könyved. Tavaly előtt a himnuszról, és nem csak a magyar himnuszról, hanem egyáltalán a himnusz, mint fogalom a különböző nemzetek életében, hogy mit jelent. Úgyhogy azt gondoltam, hogy először elevenítsük fel, hogy hogyan született meg a magyar himnusz, milyen sorsa volt, milyen viták voltak, és utána bővítsük ki ezt a beszélgetést Csepeli György szociálpszichológus professzorral, aki már itt van, és hajlani fog a beszélgetésünk első részét. Ugye amikor ez megszületik, eleve a Kölcsey mind nagy depressziós, hát eleve nagyon depressziós hangulatban van, úgyhogy emiatt is nem csodálkozunk azon, hogy ez a világ legszomorúbb himnusza? Hát vagy talán mi a gyökere? Talán nem ilyen szoros az összefüggés. Ugye aznap a költő bácsi nagyon szomorú volt, ezért ezt a szomorú verset írta. Nem aznap, hanem ahogy írod, abban az időszakban már hosszú ideje nem írt, 1821-22-ben vagyunk, akkor már nagyon régen nem ír verset, ott van magányában a vidéki birtokában. Valószínűleg mai kategóriákkal ő tényleg súlyos depresszióban szenvedett. Ebben van olyan időszak, amikor 2 évig a birtokát sem hagyja el, ezen belül fél év, amikor a küszöböt sem lépi el. Kicsivel ezt követően születik a himnusz. Inkább az jellemző erre a korszakra, hogy nagyon keveset írt, és nagyon lassan tépelődve, tehát a himnusz sem 1823-ban született, ez a, amit ünneplünk, az a tisztázat, amikor a végleges változat születése. Nagy valószínűséggel ismerve az ő alkotói módszerét, ezt már 1822 késő nyarán, kora őszén elkezdhette írni. Az ő magába fordulásához, depressziójához talán annyi köze van a himnusznak, hogy már hogy milyen lett a végén ez a vers, hogy ebben az időszakban komolyan foglalkozott a nemzethalálnak a gondolatával is. És ehhez keresett olyan szövegelőzményeket, amire ő reflektálhat, és ezt a 2 évszázaddal, 2-3 évszázaddal korábbi magyar költészetből merítette. Balassi volt az egyik, Balassi verse volt az kiinduló, nem? Hát ahogy a himnusz történetében nagyon sok félreértés van, rögtön egy félreértéssel kezdődik. Olvas egy Balassi verset Kölcsey, amiben felszólítja a költő a következő századoknak a költőit, hogy sírjanak, imádkozzanak Istenhez vele együtt, hogy nehogy elpusztuljon ez a nemzet. Ennek a versnek különböző motivumait, akár szavait használja is. Sose tudja meg, hogy ez nem egy Balassi vers. Hát, tévesen azonosították, ez Rimay Jánosnak, Balassi tanítványának a verse. Valószínűleg nem nyúlt volna hozzá, hogyha az nem úgy tudja, hogy Balassi, akkor fedezik fel Balassit, és neki nagyon fontos ez az előzmény. De közben régi protestáns predikációkkal, zsoltárokkal is foglalkozik, tehát ez inkább egy ilyen magába forduló, szemlélődő, kontemplatív szakasz az életében, és ez a vers, ami megszületik, ez szinte biztosan nem azért születik, hogy ebből egyszer nemzeti jelkép, énekelhető himnusz legyen. Ha ezt akarta volna... Ez tulajdonképpen pályázatra születik, vagy pedig csak egyszer ihletet kap ettől a állítólagos Balassi verstől? Nagyon kevés verset ír ekkor, és semmiféle külső hatás nincsen, tehát az a későbbi magyarázat sem igaz, hogy a cenzúrától tartva adta azt az alcímet, hogy a zavaros évszázadokra utaló időszakot. Nem. Egyszerűen egy verset akart írni, és nem is tartotta számon később ezt a költeményét a legfontosabbak között. Fel is sorolja, hogy ebben az időszakban mik a legfontosabb versei, ez nincsen közte, sőt, leveleiben sem említi meg soha ezt a versét. Ezzel együtt ez egy fontos és nagy verse Kölcseynek, de ez az az időszak, amikor egyáltalán felmerül, hogy Magyarországnak, Magyar Királyságnak, vagy a magyar nemzetnek inkább lehetne egy zenei jelképe, mert ez a divat, ez nem olyan régen kezdődik el Európában, 50 évvel korábban, és nyugatról keletre terjed tulajdonképpen. Ugye a brit királyi himnusz az ős. Amire mindegyik himnusz hasonlítani akar, és aztán később, amikor megszületik a Marseillaise is, akkor az a másik. Az egyik egy néphimnusz, a másik egy királyhimnusz, és már megvan az osztrák császári himnusz is ebben az időszakban, a Haydnnak a Gotterhaltéje, pontosabban egy Haschke nevű költő verséhez írott zene, ami úgy születik, ahogy egy himnusznak kell, egy király fölkér egy költőt, meg egy zeneszerzőt, hogy legyen himnusz, és egy év múlva készen áll. Uh-huh. Ehhez képest a himnuszunk nem így születik, és vannak már ebben az időszakban kísérletek, hogy legyen nekünk is. Kisfaludy Sándor ugyanabban az évben, amikor Kölcsey a himnusszal szenved, egy évvel korábban megírja a magyar himnusznak szánt versét, magyar nemzeti ének, ez pont olyan, mint egy bármilyen himnusz itt Közép-Európában, és nem lesz belőle himnusz. A himnuszok általában a nemzet születésének történetét mesélik el többnyire, nem? Ezek a közép-európai himnuszok, igen, azért, mert szemben a nyugat-európai himnuszokkal, amik általában egy király dicsőségét hirdetik, vagy egyáltalán a nemzetét, mint a Marseillaise, és inkább ilyen katonai induló jellegű dolgok. A közép-európai népeket a nemzetté válás egyik korai szakaszában éri ez a divat, amikor még nincsenek független országok. Sem a lengyel, sem a cseh, sem a magyar, és lehetne sorolni, ezért mindegyikben van egy múltba fordulás, a dicsőséges múlt, és szemben pedig a veszélyek, hogy lehet, hogy elvész az országunk, de és akkor erre különböző magyarázatok vannak. Nagy állam, az addig beteljesületlen állam, hogy önálló állam legyünk, nyilván ezt hozza, ezért ezt a veszélyérzet beleívódik. Mindig valamilyen birodalomon belül, birodalom ellenében is születnek ezek a himnuszok, hát vagy a cári Oroszország, vagy az osztrák császárság, Balkánon akár még az oszmán birodalom is felmerülhet. Mind nálunk is. Ilyen értelemben hasonlít ez a hagyományhoz, de ez műfaját tekintve Kölcsey verse nem himnusz. Ez nem a dicsőséget hirdeti, ez egy ima. Egy könyörgés. Hovász. Ezért olyan más, mint az összes többi himnusz, és ráadásul ennek is egy protestáns verziója, egy közben járó imádság. Ugye aki református, az ismerheti ezt a formát, hogy a gyülekezetből valakinek a közbenjárását kérik, és ő imádkozik Istenhez, hogy bocsássa meg a bűnöket. Tulajdonképpen ez a himnusz. Uh-huh. Valószínűleg Kölcsey Ferenc úgy halt meg, hogy fel sem merült benne, hogy ebből egyszer énekelt himnusz lesz. Voltak olyan versei, amiket ő maga megzenésítetett, mert azt gondolta, hogy énekelt formában jobban hatnak. A himnusznál ez nem jut eszébe. Igen, miközben az országban, hogyha valamit játszanak, akkor a Gotterhaltét játsszák, ugye, a császári királyi himnuszt. És onnantól kezdve a magyar királyság, már hogy az osztrák birodalmon belül, keresi a himnuszt, és nem véletlen, hogy 20 évvel később, körülbelül 22 évvel később eszükbe jut, hogy meg lehetne zenésíteni ezeket a nemzeti indulókat, hogy legyen nekünk is egy olyan, mint a God Save the King, vagy akár a Gotterhaltét, de magyar legyen. Igen, a Marseillaise ez nem merül fel, mint alaptípus. Hát ami ennek a lefordításáért szegény Versegi Ferenc 10 évet börtönben ült, tehát az valóban nem merült fel. Előlefordították egyébként magyarra, mint hogy ez Franciaországnak hivatalos himnusza legyen, de ezzel együtt ez egy veszélyes felforgató. Igen. Dal volt. Királyhimnuszt akartak, de magyar királyhimnuszt, és ebből a szempontból az nem számított, hogy egyébként az osztrák császár és a magyar király az egyébként ugyanaz a személy, nagyon magyar királyhimnuszt akartak, de nem találták. De amikor ilyen hazafias dalok megzenésítésére a Nemzeti Színház kiír egy pályázatot, először 1843-ban, akkor nem a himnusz jut eszükbe először, hanem a szózat. A szózatot ugyanis mindenki ismerte. A szózat a reformkor csúcspontján születik meg, míg Kölcsey himnusza a legelején, még talán nem is reformkor az, amikor ez megszületik. Amikor már megvan ennek az intézményrendszere. Például van egy nemzeti színház, aminek az is a dolga, hogy felnagyítsa ezeket, és közönséget teremtsen. Vannak olvasók, vannak folyóiratok, és ráadásul van egy politikai program is, mert ez is szükséges hozzá. Bizonyos értelemben, ebben most nem mennék bele, a szózat a Széchenyi Stádium című művének a versbeszedése, és ezt így is olvasták a korban, és mindenki ismerte. 1843-ban a szózatnak 5-6 zenéje ismert, és énekelték. Ezt külföldi utazók leírják. Amikor ezt meghirdetik egy pályázaton, már vannak ismert zenék, de akarnak egy jobbat. A pályázat pedig olyan, mint a mai zenei pályázatok, hogy többnyire az igazán profik nem indulnak el rajta. És Például Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karnagya, az a zsűriben ül, és nem pályázik, és nagyon sok pályamű érkezik, mert a szózatot mindenki ismeri, és nem igazán jók. A legkevésbé nem jó, vagy hát a leginkább jó, vagy, hogy szépítsünk, az Egressy Béninek a verziója, de ezt a profi zenészek nem szeretik. És például Erkel Ferenc is kifejezetten nem kedveli ezt a verziót, megírja egyébként a szózatnak a Erkel-féle zenei változatát, de ugye ez nem vett részt a versenyben, tehát ez csak... Ő csak versenyen kívül. Hogy azért bebizonyítsa, hogy ő is tud valamit, és igen, hozzátenni ehhez. És akkor a következő, ezt egy hagyománynak szánják, hogy minden évben lesz egy ilyen. Csak közben csődbe megy a Nemzeti Színház, az alatt az igazgató alatt, úgyhogy csak két forduló van. A második az a Kölcsey himnusza, amihez az is kellett, hogy Kölcsey már nem él, és a Kölcsey kultusz éppen ekkor kezd el virágozni, meg az a véletlen, hogy himnusznak hívják ezt a verset. Tehát akkor fölmerül mégiscsak itt az 1840-es években. 44-ben kiírják ezt. Mert ahhoz képest ugye jóval később lesz csak hivatalos himnusz majd valamikor. 1989, mert bocsánat, tehát hogy ez 170 év, igen, amire himnusz lesz, mert megzenésítik, megnyeri Erkel, akit így belekompromittálnak, hogy most akkor ne a zsűribe üljön, hanem tessék elindulni, és nem éneklik nagyon, mert nem olyan, mint egy himnusz. Hát nem a dicsőséget hirdeti, és a reformkornak ebben a felfelévelő szakaszában, nem beszélve 48-ról, amikor március 15-én 1848-ban hazafias dalokat énekelnek a nap végén, a csúcsponton, a Nemzeti Színházban, 17. a himnusz, ami eszükbe jut. Hát igen. Már a Hunyadi László áriáját meg mindent elénekelnek, mert nem olyan. Ehhez kell világos, kell az a nemzeti depresszió, ami 49 után jön, ezt temetéseken éneklik először, olyan közösségi alkalmakon, tömegben, ahol valamit gyászolnak, és bőven van mit gyászolni. Az első ismert olyan előadása a himnusznak, amikor tömeg énekli, a Széchenyi István temetése. Tehát temetés. Ez nem véletlen, igen. És ugye egy picit előreugorva olvasom a könyvedben, hogy amikor a 900-as évek elején egy képviselő beterjeszti a parlamentben, hogy ez legyen a himnusz. Akkor leszavazzák. Hát leszavazzák, és nagyon élesen Eötvös Károly azzal támadja, hogy nem lehet a nemzetnek a himnusza, egy depresszív, vagy nem tudom milyen szavakat használ, nemzethalált és egyáltalán pusztulást vizionáló mű kikéri magát. Nagyon sok baj volt ezzel, tehát igazából mindenkinek volt vele baj, csak nem vették észre, hogy ez már a himnusz. Tehát, hogy ettől, hogy ez ettől már az? Hogy, hát nem csak, hogy részben ettől, részben pedig, hogy ezt már akkor tömegek tudták énekelni. Például készült hozzá zongora átirat, ezért igen, a legkisebb faluban volt zongora, ezt tudták énekelni. Kis túlzással a 19. század második fele arról szólt Magyarországon, hogy a politikai elit kereste a jó himnuszt a Gotterhalte ellenében, amit gyűlöltek, igen, és ugyanezt nem engedte meg a nemzetiségeknek. Tehát a himnusz háborúk, a nagy jelkép háborúk, azok párhuzamosan zajlottak, ugyanazok, akik a parlamentben verték az asztalt, hogy mi az, hogy egy nemzeti ünnepen a Gotterhaltét kell énekelni, ugyanazok betiltották a román, vagy a cseh, vagy a szlovák himnuszt. És aztán úgy ért véget a monarchia 1918-ban, hogy még egyszer felcsendült a Gotterhalte, és aztán itt maradt szokásként a himnusz, de törvény továbbra sem született róla. Az első jogszabály, az jellemzően a Horthy korszak bürokratizmusára, az arról szólt Homan Bálintnak egy miniszteri rendelete, hogy hogyan kell énekelni. Nem azt, hogy ez micsoda. Tehát, hogy a hajlításnak hol van a helye, hogy reá vagy rá legyen az éneklés. 1989-ig ez egy szamizdat himnusz, és ez szerintem egy gyönyörű hagyomány, hogy érdekes. Ez nincs kimondva. Mindenki énekli. Hát egyébként a brit királyi himnusszal is ez van, de nálunk nem így szokott ez történni, azért, mert a politikai elit mindig keresett valami jobbat. Minden korszaknak voltak alternatív himnuszai. Ugye a Horthy korszakban a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, igen, a Magyar hiszek egy, nem véletlen, hogy aztán a kommunizmus alatt is le akarták cserélni, és mégis nem hagyta magát, a lengyel mellett a magyar az egyetlen, amit nem cseréltek le ilyen szovjet típusú himnuszra. Legfeljebb nem énekelték, mert hát a párttaggyűlésen... Valamilyen kis plebejus ellenállás is fellelhető ebben a dologban, de ennek a szövege azért nagyon-nagyon jellemző, mert azért azt szoktuk mondani, hogy a magyar néplélekkel nagyon is találkozik ez a nemzetvesztő, nemzetféltő hangulat és a könyörgés és a fohász, ami mögött azért elég jelentős, hát mondjuk azt, hogy társadalmi borzasztóan politikai és társadalmi-pszichológiai. És a megbűnhődte már, hát az ilyen nincs. Az a felmentés, az meg... Egyébként emiatt nagyon... a katolikusok nagyon sokáig nem akarták ezt elfogadni, hát azért ez dogmatikailag nincsen rendben. Nincsen rendben. Mindszenty Józsefnek még plébános korában az első ismert politikai szerepvállása, vagy közéleti megnyilvánulása az a himnusz ellenében született, hogy nem engedte, hogy a templomban március 15-én énekeljék, mert ennek nem ott van a helye, hiszen ez egyház ellenes. Mennyire messzire visz, és mennyire túlmutat egyszerűen a vers és az irodalom kérdésein mindez, úgyhogy ez az a pillanat, amikor megkérem Csepeli György szociálpszichológus professzort, hogy kapcsolódjon be a beszélgetésbe. Köszönöm a stúdióba Csepeli György professzor urat, szervusz! Hallottad, mint beszéltünk eddig, de hát ugye azért ennek a szövege, ennek a versnek az eredete, hogy Krisztián elmagyarázta, és én azzal fejeztem be az előbbi gondolatot, hogy nagyon-nagyon rokon azzal a néplélekkel, amire nagyon sokszor hivatkozunk, hogy depressziós, magába forduló, mint ahogy ugye Arthur Koestler fogalmazott annak idején, hogy magyarnak lenni kollektív neurózis, ezt József Attila nekrológiában írta le, nagyon eltalálta ezt a befelé forduló, egyébként kultúrájában és nyelvében nagyon izolált ország vagyunk, és nagyon izolált, hát szlávok vesznek körül egyfelül, illetve német kultúra, hogy ez egy jól megtalált himnusz, hiszen a nép tartotta meg mindenféle politikai akarat ellenére. Te ebben mit látsz? Milyen folyamatosságot? Hát először is teljesen egyetértek Krisztiánnal, hogy ez voltaképpen funkciójában nem szabadna, hogy himnusz legyen. Hogy az legyen. Én megnéztem a környező országoknak a himnuszait, és hát egyszerűen elképesztő a különbség. Ugye a miénkben balsos, bűn, verthat, magzat, hamvedre, bú, kétség, vérözön, holtnak vére, kínzó, rabság, ilyen szavak szerepelnek, míg a csebe, földi paradicsom, gyönyörű föld, csehföld, szlovákoknál ugye a feléledés, az ukránoknál a dicsőség, a románoknál az ébredés, a római vér, sőt még Mátyás király is benne van a román himnuszban, a szerbeknél a dicső tettek, az Isten áldása, a horvátoknál a tengernek a szépsége, tehát a himnusznak voltak éppen a feladata nem az, hogy beleverje az embereket a földbe, hanem hogy fölemelje az égbe. És bizonyos értelemben véve a kérdésedre azt a választ tudom adni, hogy ez önmagát beteljesítő jóslat. Tehát, hogyha én magam minden nap az a tudattal kelek, hogy milyen elveszett ember vagyok, mennyire nem érek semmit, akkor valóban estére már elveszett ember leszek, és nem fogok semmit érni. Tehát ilyen szempontból ez egy szociálpszichológiai katasztrófa, azt tudom mondani, minden szépségével együtt. Én tanítok nemzetközi osztályt, ahol a világ, nem tudom, 30-40 országából most már 10 éve rendszeresen vannak hallgatók, és a feladata az, hogy a saját himnuszukat hasonlítsák össze a magyar himnusszal. Hát de azt tanítom nekik, hogy hogy kell magyarnak lenni. Az első órán még nagyon vidámak, és mondom, az utolsó órán már nem leszek nagyon vidámak. Na a lényeg az, hogy ilyen nincs még egy. Tehát sok éri őket, amikor összehasonlítják a saját himnuszaikat ezzel a himnusszal, annak minden szépségével együtt. Tehát azt kell mondjam, hogy ebből tulajdonképpen lehet erőt is meríteni, de azért tudomásul kell vennünk, hogy ez nem egy normális himnusz. Igen, itt a nagyon nagy kérdés, hogy miért tartja meg a plebs, a nép tartja meg, ugye hát arról beszélt Krisztián, hogy ez ellen felszólalnak sokan, egy-egy pályázaton nem hajlandók elfogadni himnusznak, és törvényesen nem is az 89-ig, hanem átéli a diktatúrát. Hát az van, amit mondasz, hogy bizonyos értelemben véve rímelt a himnusz. Akkor, amikor megírta Kölcsey, akkor ez egy felívelő korszaka volt a magyar nemzeti tudatnak, kétségtelen, de ami 48-49 után következett, leszámítva mondjuk a monarchiának ezt a, hát Bibó István kifejezésével élve felemás sikerességét, azért azt kell mondjam, hogy a himnusz beigazolta saját magát, tehát a világos, amit Krisztián említett, az egy elképesztő tragédia. Az azt követő üldözés, megkülönböztetés, sárba taposás szintén nem hagyott jó nyomokat, bár Jókai ezt megpróbálta valamilyen módon kiküszöbölni, de és utána itt van Trianon, itt van 44, itt van 45, itt van 56, tehát ez is része a kurzusomnak, amikor felsorolom a magyar ünnepeket. Ugye kezdődik a kommunizmus áldozatainak az ünnepével, utána a holokauszt ünnepével, aztán a Trianonnal, aztán a világossal, ugye az aradi vértanúknak a napjával. Gyakorlatilag egy olyan ünnep van, amire azt lehet mondani, hogy valamifajta pozitivitás árad belőle az augusztus 20, akkor, hogyha nem vagy Kopánynak a híve. Igen. Tehát ilyen értelemben véve már ez a kalendárium, ami minden évben megismétlődik, és ez társul ugye az énekekkel, részint a himnusszal is, hát a szózat az se egy happy song. Ilyen értelemben véve az, hogy a nép, ahogy mondod, ezt igényli, az tulajdonképpen egy kultivációs hatás. De ezt most már nem fogjuk tudni megváltoztatni, soha ezzel együtt kell, hogy éljünk, csak azt kell tudjuk, hogy ez nem normális. Na de akkor ez egy iszonyatosan visszafogó erő, egy visszatartó erő. Nem is tudatosul az emberekben, hogy ezek a rituálék, amiket Csepeli György most felsorolt, az ünnepek, hozzá a himnusz és még a szózat is, állandóan fenntartja azt a vesztességérzést, a félelemérzést, és azt, amit nagyon sokszor a mai politika is használ, hogy minket mindenki bánt. Igen, de a paradoxon azért ezt nem szabad elfelejteni, és ezt a hallgatóim is észreveszik, hogy ez a kollektív szint, de az individuális szint az teljesen más. Aha. Tehát az individuális magyar az nem ilyen depressziós, nem ilyen bűntudattal teli, ellenkezőleg semmifajta bűntudata nincsen. Lop, rabol, csal, teljesen vidáman, a Hankiss Elemér ezt nagyszerűen leírt annak idején, negatív modernizáció. Tehát ilyen szempontból a kollektív bűntudat, az felment bennünket az egyéni bűnök alól. Uh-huh. Ez azért nagyon érdekes, hogy egy irodalmi műben ez így beragad. És a zene szempontjából azért érdekes, mert az eredeti erkeli feldolgozás jóval pattogósabb, gyorsabb ritmus, mint amit ma ismerünk. Próbálja követni a himnuszoknak azt a kicsit stílusát, hogy azért az mégis egy mozgósító, meg pozitív. Ez a verbunkos hagyományon alapul. Az első grammofon felvételek 1902-1905-ből, ha ezeket meghallgatjátok, jóval pattogósabb, a mai fülnek idegenül játszották. Az, amit mi himnuszként hallunk, és számon kérjük, ha valaki nem úgy adja elő, az nem az erkeli zene, hanem annak a Dohnányi Ernő által a 30-as években írott feldolgozása, mert az a gyászzene igazán, ami hát erre a 30-as évekre nagyon jellemző. És azóta is ezt kérjük számon, és ezért van az, hogy ez például már rájöttek, hogy sportversenyeken azt a gyászzenét azért mégse lehet, és készült egy olimpiai verzió, egy kicsit gyorsabb, egy kicsit másként hangszerelt, más hangnemben, hogy például a férfi is ki tudja énekelni. De vitákat is váltott ki, nagy vitákat, hogy ez a felgyorsított változat, ez idegen tőlünk, és komoly szaktekintélyek tették le a voksot, hogy tessék az eredetit. Hát igen. Ami meg nem az eredeti, az a Dohnányi változat. Nekünk ugye mohács kell. Hát, lehet így is definiálni egyszerűen. De akkor a mindenkori politika viszonya ehhez a depresszív állapothoz, ez a fenyegetettség állandó hangsúlyozása, hogy ne legyek aktuális, de nem tudok nem az lenni, hiszen hát ez a Fidesz által súlykolt, folyamatos, militarista szemléletű megközelítés is tulajdonképpen ugyaninnen ered, szerintem, nem? Tehát ez egy hagyomány. Nem tudom, nem mennék bele aktuálpolitikai fejtegetésekbe. Itt a lényeg az, hogy valamilyen módon a mindenkori politika megpróbálja ezt a fajta depressziót ellensúlyozni. Tehát a sportmánia nyilvánvalóan ezt a cél szolgálja. Akkor most ez a középhatalmi... Igen, vízió, ha úgy tetszik. Deliráció vagy illúzió, ez is az. Tehát megpróbálják valamilyen módon semlegesíteni ezt a kollektív depresszivitás, de szerintem a megoldás az a civil társadalom síkján születhetne. Tehát a rossz úton jár a politika, amikor beavatkozik ezekbe a folyamatokba. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez van, és a boldogságot az egyén szinten kell keresni, nem a nemzeti szinten. És még egy dolog eszembe jutott, hogy azért akár a rendszerváltás után különböző kormányok próbáltak, ha nem is alternatív himnuszokat, de ilyen optimista dalokat himnuszpótlékként ajánlani. Ilyen volt a szocialista kormányok alatt is, volt több próbálkozás a mostani Orbán kormányok alatt is, barackfadal, meg nem tudom én micsodák, ezekből soha nem lett semmi. Az egyetlen, amiből lett valamilyen kollektív, hasonló, himnuszhoz hasonló dolog, az a Nélkület című foci induló, ami szintén egy depressziós szám, ami egyedül vagyunk, az is arról szól. Sem véletlen, hogy ezt választotta ki belőle először a foci rajongók közössége, de az már túlmutat magán, mert már mindenféle közösségi alkalmakkal is éneklik, mert ugyanarról szól, mint a himnusz. Igen. Erre van szükség, úgy tűnik. Igen, és ennek a gyökerei, ezek tényleg nagyon mélyek, és összefügg azzal, amit mondasz, hogy egyedül vagyunk. Ez nem egy plusz a szolgán. nyelven. Tehát az, hogy indoeurópai nyelven beszélünk, a struktúrája a nyelvünknek teljesen más, ráadásul a rokonainkat, a finneket se értjük. Tehát ilyen értelemben véve ez nem egy képzelt, nem egy képzelt világ, és lehet, hogy ez bizonyos értelemben véve kompenzál bennünket az egyedül valóságunkért, hogy milyen különlegesen gondolkozunk saját magunkról. Hangsúlyozom, individuálisan viszont nagyon is élelmesek, és nagyon is optimisták vagyunk. Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, amit Csepeli György fejteget, hogy az egyéni lét szintjén nem jelenik meg, és nem hagyja át az egyéni életet. Sem ez a fokú depresszió, lemondás, sem az állandó fohász igénye, hanem egy élelmes, helyezkedő, ügyes, nota benne ugye az elhíresült amerikai mondás, hogy ki a magyar, aki előtted lép be, mögötted lép be a forgajton, és előtted lép ki, stb. Tehát, hogy ez nem érvényesül az egyéni boldogulások szintjén, vagy nem hagyja azt át. Úgyhogy Nyáry Krisztiánnal és Csepeli Györgyel folytassuk innen a beszélgetést. Mennyire identitásképző a himnusz? Arról beszéltünk, hogy borzasztóan idegen minden himnusztól a magyar. Azért ott kezdeném, hogy Kölcsey idejében, bár nyilvánvalóan nem függetlenül az ő lelki alkatától, ez nem egy hurrá optimista vers, de mégis közösséget kínál, mégpedig a nem nemesi származású magyaroknak. Az, hogy mindenki azonosulhat azzal, hogy Árpáddal jött be, ez egy merőben új gondolat. Ez csak a nemesség gondolhatta magáról. Kölcsey, aki Árpádi korig vissza tudta vezetni a saját nemességét, ezt tulajdonképpen felajánlja mindenkinek, hogy lehettek magyarok. Ti is gondolhatjátok azt, hogy az őseitek Vereckénél jöttek be. Ez a reformkorban teljesen. Ez igen. Petőfinél éri majd el a csúcsát, de ezt a 20 évet ezt így kell tekinteni, hogy szemben azzal, hogy azt mondja ez a korszak, hogy az a magyar, aki magyarul beszél, ez egy szűkítő dolog a Magyar Királyságon belül, ugyanakkor van egy nyitás is, mert azt mondja, egy cserébe viszont teljesen mindegy, hogy te nemesi származású vagy, a polgár vagy bármi. Felkínálja a magyar nemzethez való tartozást ezeknek a korábban, hát legalábbis politikai értelemben nem a nemzethez tartozónak nyilvánított csoportoknak. Ez aztán hozzászokunk és megszűnik, de azért az elején azért ez egy fontos dolog, hogy ebben van egy gesztus, hogy te is lehetsz magyar. Igen, szóval a himnusznak van egy olyan értelemben közösség teremtő ereje, hogy kijelöli azt a teret és azt az időt, amelyen belül mi magyarok lehetünk, és valóban mindenfajta előzetes megkötöttség nélkül. Tehát van egy asszimilációs erő, mert ugye a himnuszban benne van a Kárpát-medencének lényegében a teljes topográfiája. Benne van a történelme. Most az, hogy ez negatív, meg vérözön, meg ilyesmi, ez egy másik kérdés, de ez a metafizikai tér az ad az embernek, ha magyar, egy otthonérzetet. És az otthonérzet azért nagyon fontos, mert az állattal szemben nekünk nincsen genetikai meghatározottságunk, hogy hol érezzük magunkat jól vagy rosszul, ezt a mi kultúránk teremti meg. És ezt a funkciót a himnusz maximálisan ellátja. Otthon teremt számunkra az otthontalanságban. Jó, ezt általában a himnuszok beteljesítik. Nem mindegyik. Nem mindegyik? Nem mindegyik. Nem mindegyik. Ez ebben a tökéletes összhangban, hogy egyszerre a teret és az időt konstruálja, ezt nem. Vagy a teret, vagy az időt. Egyébként a legtöbb himnuszban ez nincsen benne, ott az van, hogy ki jelképezi a nemzetet, és mi büszkék vagyunk rá. Ez lehet a király, lehet valami elvontabb dolog, de nincsen egy ilyen, hogy megmagyarázza, hogy mi kik vagyunk. Ez azoknál a nemzeteknél szükséges, ahol ez magyarázatra szorul. Mert például el kellett dönteni a 19. század elején, hogy magyar-e az, aki a Magyar Királyság polgára, de nem magyarul beszél. Magyar-e az, akinek nincsen kutyabőre, és erre születtek megoldások, ráadásul egy nem független országban. Ahol egyébként ténylegesen veszély volt az, hogy ez eltűnhet, mint önálló nemzet, mint önálló kultúra. Az 19. század elején. Akkor vegyük azt, hogy Csepeli György azt mondtad, ugye te össze is hasonlítottad szövegszerűen is a környező országok, kelet-európai országok, himnuszát, stb. Hát egy nem létező, államilag nem létező nép, egy szlovák. Akkor ugyanezt a kérdést még depresszívebben kellene, hogy kezelje, és nem így teszi. Nem, bár hozzá kell tenni, hogy a szláv himnuszok között is van egy furcsa kölcsönhatás. A lengyel himnusz dallama és azonos verseknek a fordítása, tehát ott az egy igazi himnusz keringőhet. Még a 70-es években is Jugoszlávia és Lengyelország himnusza ugyanarra a dallamra, két különböző szövege ugyanaz volt. Tehát, mert a pánszláv gondolat az alakította nagyon ezeknek a himnuszoknak a szövegét. Egyébként is ez a himnuszoknál van. Itt szó volt a finn hatásra, hogy nekünk nincsen rokonunk. A finnek Például a szózat egyik fordításából csináltak himnuszt. A mai napig ez a finn himnusz, mert arra ők tudtak reflektálni. Fordítva nincsen kölcsönhatás. Ez nagyon érdekes, tehát, hogy egy olyan nemzet, amelyik küzd azért, hogy önálló államisága legyen egyáltalán, akár a lengyelek 100 nem tudom hány éven keresztül szenvedik az, hogy nincs Lengyelország, szlovákokról is, egyelmektől is elmondhatjuk. Majd de mi a lengyel himnusz? Nincs még veszve Lengyelország. Igen, mi a magyar himnusz? Hát, hogy veszve van Magyarország, igen. Miközben a magyar államiság az még a török hódoltság idején is, ha korlátozott földrajzi értelemben, de mégiscsak megmarad és folytonos. Igen, szóval valóban a lengyel az hasonlít a magyarhoz, hogy fölveti a lehetőségét annak, hogy te nem vagy, vagy hogy ti nem vagytok. A szlovák eset nem, ott egyszerűen csak felnéznek a táplára, és azt mondják, hogy hát igen, Szlovákia. És ráadásul ugye mindig vannak teljesen értelmetlen nacionalista viták, hogy mi a szlovák himnusz, mert ez egy magyar népdal is. De hát a dallamok a Kárpát-medencében, meg Közép-Európában ide-oda szaladgálnak, és egyszerre egy magyar népdal, meg a szlovák himnusz, meg román népdal is ugyanaz a dallam. Tehát ez mutatja, hogy mi azért annyira össze vagyunk zárva ebben a térségben, és annyira közösek a kulturális hagyományaink, hogy ezt még ilyen jelképszinten sem sikerült teljesen. Láttam egy nagyon-nagyon izgalmas filmet, egy kísérletről, egy zenei kísérletről volt szó. Egy angol stáb valahol Ukrajnában, egy ukrajnai kisebb városkában összehozott egy nemzetközi zenekart. Spanyolországból egy cigány jazzzenész jött, Romániából egy népzenész érkezett, volt közöttük egy magyar gitáros, stb. Sorolom, nem ismerték egymást, és összejöttek. És a stáb összehozta őket, és mindenki hozott hangszert. És beszélgetés, és akkor elindult egy kis pengetés, tehát ahogy úgy spontán kialakul az ismerkedésre, zenész emberek úgy egymásra. És jött egy jam session. És a jam session vége az volt, hogy egy zenét játszanak. Elképesztően izgalmas volt, ahogy egymásra tudott épülni egy jazz alapú, népzenét integráló, legkülönbözőbb tájegységekről érkező motívumokkal egy nagyon izgalmas együttzenélés jött létre. Az az érdekes, hogy ez tulajdonképpen benne van a himnuszban, úgy, hogy ezt azért nem azonosultak vele sokan a kölcsei versen, mert nagyon protestánsnak találták. Az egész metafora világa, meg minden. Ehhez képest egy Erkel Ferenc, egy katolikus zeneszerző, katolikus egyházi zenék hatására írja, harangzúgással kezdődik például. Igen. A pozsonyi harangoknak a hangját hallja, amikor ezt írja, és ezt teremti meg, hogy eltűnik a felekezeti jellege. Tehát, hogy azonosulni tud vele. Tehát és akkor Erkelnek köszönhető akkor? Hát a kettejüknek vagy együtt. Az, hogy mivel a kettő egy műalkotást hoz létre, tud vele a két legnagyobb felekezet is azonosulni. És aztán utána pedig egyébként minden felekezet, ezt egyébként előbb játsszák a zsinagógákban, mint a katolikus templomokban. Mert kínál egy azonosulást a zsidóvallásúaknak is. Ezt épp akartam mondani, hogy ilyen értelművel ez a protestáns szál visszamegy a zsidó szálhoz, a zsidó bűntudathoz, és az erő, ami a zsidókban működött az asszimiláció irányában a monarchia idején, az többek között a himnuszból árad. Ez identitásképző. Így van. Tulajdonképpen. Ez borzasztó érdekes. És ellentmondásos. Mindennek ellentmond, ami egyébként a nép soraiban, akár az antiszemitizmus újraéledését nézem, akár a nemzetiségiek egymás közötti idegenkedését nézem, hogy az a politikai integráció milyen nehezen jön létre, ami egyébként a kultúrában meg ott van ezek szerint. Igen, szóval a himnusz antiszemitizmus ellenes, azt kell, hogy mondjam. Hát ez borzasztó izgi. Kísérleteztek azzal, hogy a himnuszt tegyük kortárs zenévé. Voltak erre kísérletek. Szintén nagyon nagy ellenállást váltott ki. Igen, miközben... De miért? Hát miért kell nekünk ragaszkodni egy ilyen archaizált formához? Miközben, ugye például Amerikában, Franciaországban az teljesen magától értetődő, hogyha egy előadó előadja a saját ország himnuszát, hát az amerikai hajlításokkal... Azt nem már csak éppen dél-afrikai népzenekén nem hallottam, mindenképpen. Nálunk megkövezik, hogyha egy kicsit is eltér attól, ami egyébként nem az eredeti himnusz zenéje természetesen, hanem a doktár. De ez miért van? Hát mert van egy ilyen szakralitása a himnuszban, és ezt nem tudta levetkőzni. Most, ahogy ezt a beszélgetést hallgatom, meg magam is részt veszek benne, hogy egyre jobban megszeretem a himnuszt, meg kell mondjam. Én például nagyon szeretem. Egyre jobban megértem azt, hogy mitől olyan mély. szemben a többiekkel, amelyekre a mélység nem jellemző. Tehát ilyen értelemben akár büszkék is lehetünk arra, hogy mi milyen depressziósak vagyunk kollektív szinten. Most én is visszaidézem néhány sorát, meg azt, hogy hányszor énekeltük gyerekkorom óta, milyen körülmények között, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lélektanilag egy nagyon ravasz dologról van szó. Ezt sem szövegében, sem zenében nem lehet szinte könnyek nélkül elmondani. Na most abban a pillanatban nagyon magasfokú érzelmek keletkeznek. Ha pedig magasfokú érzelmek, akkor ez egy azonosulás az üggyel, és ezáltal ragaszkodom az eredeti formájára. És ne felejtsük, hogy az első verszak, amit igazából himnuszként énekelünk, az egy önfelmentéssel zárul. Hát megbűnhődte már én épp a múltat, jövendőt. Tehát tulajdonképpen kínál valamit a végére, hogy nagy a veszély, és nagyon sok rossz dolog történt, mindenki ellenünk van, de tulajdonképpen már annyit rossz történt, hogy már igazából meg felmenthetne már minket a teremtő. Hát sőt, azt mondja előre ez a szöveg, hogyha nagyon cinikusan értelmezem, hogy bármilyen bűnt elkövettünk, majd már mi előre megkaptuk a felmentést. Igen, és hát ez valószínűleg egyéni szinten is adhat egy ilyen felmentés tudatot. És ez összevág azzal, amiről Gyuri beszélt, hogy miért más a kollektív, meg az egyéni tudata a magyaroknak. Volt kísérlet arra is, illetve hát van az Európai Uniónak himnusza, ugye? Az is egy döntés kérdése volt. Én nem érzem, hogy bármikor, bármilyen pillanatban ennek hasonló, integratív, identitásképző, és még csak érzelmeket is igazából előidéző hatása. Szóval ezt nem nagyon lehet megteremteni. Hát az Európai Unióval sok baj van, hát igen. De a legnagyobb az, hogy lényegében véve arra a kérdésre, hogy ki vagy te, nem tudott európai választ adni. És ez látszik a szimbólumtárban, ugye a zászló teljesen nevetséges, látszik az euróbankjegyeknek a szimbolikájában, látszik a himnuszban. Tehát az örömmóda nem olyan nagyon rossz. Az egy ilyen technokrata. Az örömmóda nem rossz, persze, csak nem lép egy himnusz. Erre a kérdésre nem ad választ. Kétségtelen, igen. Ha már itt tartunk, azért hozzátenném, hogy ennek van magyar vonatkozása természetesen. Kisfaludy Sándor Magyar Szüretelő Ének című korabeli popslágerének az átdolgozása. Az örömmóda. Tényleg? Tényleg, megvan azt, hogy hogyan dolgozott rajta először Beethoven, mi volt az első átirat, és ez a motívum ott van az örömmódában, persze akkora különbség van, mint Beethoven és Kisfaludy között, de a motívum azért a miénk, ezt nem árt a legalább. Hát ha már Nyáry Krisztián ezt említette, nem hagyhatunk ezt. Hogy jutott ez el Beethovenig vajon? Úgy, hogy ezt kiadták Lipcsében, ez tényleg egy korabeli popszám. Ja. És akkor ő feldolgozta, megvan az a zongora átirata, ami már nyilvánvalóan sokkal jobb, mint Kisfaludy, akit nem a zeneszerzői tevékenységért szeretünk elsősorban, és aztán pedig ez a motívum jelenik meg. Ő nagyon kereste azt, hogy akkor a Schiller versből hogyan lesz örömmóda, és ott van benne, tehát nagyon világosan ott vannak a zenei motívumok. Na, csak mi már hatottunk az Európai Unió himnuszára, viszont még nem. Még nem történt meg. Egyébként kisebb közösségeknél viszont működik ez, hogy megjelenik himnusz. Igen. Igen, tehát hogy ezeknek a zenei jelképeknek van közösségteremtő ereje. Jó, hát már eleve, ugye, amit most említettél, ez a legújabb, a foci drukkerek választották maguknak ezt a, mi is a címe, mindenfelé. Nélküled. Nélküled című dalt himnusznak, egy fociklub mindig választ magának egy dalt, vagy irat, mert az is előfordul, tehát hogy kis közösségek igénylik. Tudjátok azt, mi az izlandi foci himnusz? Nem. A Montmartre ibolya. Ma önről álmodtam megint ezen a dallamon, énekelnek saját nyelvükön valamit. Tehát ez mutatja, hogy nem tudsz olyan jelképet választani, hogy csak a tiéd. Hát ez ide-oda mozog. A másik ilyen kedvencem az, amikor az izraeli himnusznak a dallamára éneklik az Íredent a Felvidéki Táj című dalt az Ismerős Arcok nevű együttes rajongói, és nem tudják, hogy az izraeli himnuszt éneklik. Hát voltak ilyen csapdák ugye itt ezeknek a történetre. Például írod a könyvedben, hogy valamelyik egyházi himnuszverseny, ugye mert pályázatot hirdettek, és az jeligés volt. Melyik is? Melyik egyház is? Talán a katolikus himnuszt keresték. Nem, ez a evangélikus egyházi himnusz, ugye a himnuszok először egyházi közösségteremtő erejük volt, igen. Tehát már nem egy zsoltár, de még nem nemzeti himnusz, és a erős vár a mi Istenünk, ugye ez az evangélikus himnusz. És kiírtak egy pályázatot a 30-as években ennek magyar fordítására, mert csak régi fordítással létezett, jelégés pályázat, el is készült, kiválasztották, meg is azt így is éneklik, de mivel névtelen volt, nem lehetett tudni, hogy ki írta, a 60-as években derült ki, hogy József Attila fordította, ami azért szép, mert egy görögkatolikus vallásban keresztelt, de alapvetően nem hívő ember fordítását éneklik egyházi himnuszként ma az evangélikusok. Ez nagyon szép történet, ezért kértem Nyáry Krisztiánt, hogy ezt elevenítse föl, mert oda szeretnék visszakanyarodni, hogy ez az identitásképzés a kultúrán keresztül nagyon jól tud működni, vagy nem. A himnusznak, ha a mai világot nézem, amiben ma élünk, egy globalizált, ráadásul jelenkorban nagyon szétesőnek tűnő világ, Csepeli Gyuri említette, hogy azért mennyi baj van az Európai Unióval is, amitől azt vártuk, hogy egy új közösségként fog megjelenni az életünkben. Van még ennek, vagy lehet-e ezeknek a nemzeti keretek között újra feléleszthető, identitásképző kulturális elemeknek, mint dalok, színház, irodalmi művek, vagy netán himnusz megtartó ereje? Abszolút. Vagy felé megyünk szét? Nem, abszolút van, mert, mint mondtam, egyébként a transzcendentális hajléktalanság állapotó következik be, ami maga a szorongás, maga az idegenség, és ez ellen hát keresni kell a helyet, keresni kell a pontot, ami bizonyos szempontból megtart engem, és ilyen értelemben ezek a nemzeti himnuszok ezt a funkciót ellátják, és a magyar, mint erről beszéltünk, talán jobban is ellátja, annak ellenére, hogy pozitív érzés sokat nem ad, de viszont az, hogy te ki vagy, erre egyértelmű választ ad. Ez ma lehet újra fontos, ezek szerint? Szerintem most is fontos, nem? Soha nem vesztette el a fontosságát. Nekem van olyan élményem, vagy egy generációs élményünk szerintem, hogy mi a 60-as években, amikor egy globális új kultúra, a beat kultúra kezd elterjedni, és annak a zenei változata tényleg tömegeket hódít meg, akkor ebben nagyon nehezen kezd valamit az akkori idősebb korosztály, és Vitányi Ivánnak volt egy nagyon jó megfogalmazása, a Beatlesekre utalva, hogy ezek mit csinálnak. Azt mondja, ezek újra maguké. A saját zenéjüket játsszák. Nem másolnak, nem tradíciókat vesznek át, hanem megtalálták valamit, a korosztályuknak és a kornak megfelelő saját zenéjüket játsszák. De ez nem mond ellent annak, amit mondtam. Én annak idején csináltam már ilyen nemzeti tudatvizsgálatokat, és egyértelmű volt, hogy a himnusz abszolút versenyképes. Tehát minden újabb és újabb korosztály számára. Szóval a kettő az. Nem úgy van, hogy Beatles vagy Erkel. Nem választás kérdése, hanem egymás mellett van. Így van. És ráadásul ne felejtsük el, hogy ez nem egy archeológiai lelet, tehát ez egy élő műalkotás, ebben lehetem, hogy folyamatosan változik. És nem csak úgy, mint hogy Dohnányi idejére lelassult, hanem a szokások. Az, hogy látom sportolókon, hogy szívretett kézzel éneklik egyre inkább, mert látják, hogy máshol is ez a szokás, de lehet, hogy 50 év múlva már ez lesz az alap. És hogy nagyon sok ilyenfajta változás van, az, hogy fölállunk a himnusznál, az nem magától értetődő, az a millenniumkor jött egyébként egy ilyen színházi, hogy mondjam, beépített embernek köszönhető, aki egy színházi előadáson először fölállt, és akkor azt látták, hogy föl kell állni. Tehát, hogy ez egy élő műalkotás pont azért, mert jó jelkép, egy nagyon jó jelkép, amit nagyon sokan magukénak éreznek, talán ez a legkevésbé megosztó jelkép az zászló mellett természetesen. És a legismertebb magyar műalkotás egyben. Hát szerintem nincs 6 évnél idősebb magyar ember, aki ne tudná, hogy ez a himnusz. Na jó, hát ez azért van, mert hát az iskola ünnepélyek, ugye, hát elkezdődik szeptemberben, végződik júniusban, és van a szegények kapják a himnuszt, meg kapják a szózatot dupla adagban. Igen. Hát ez egy, nekem 10 évben került, amire a fülemből sikerült kivenni azt, hogy a múltat csövendőt után rögtön elkezdeni, hogy szövetségbe ford szabad köztársaság, mert rögtön utána indították el, igen. Énekelni, ami még mindig jobb volt, mint amikor az éneknél, a 56 előtt az volt inkább a divat, hogy nem énekelték a szövegét. Igen. És ezért volt olyan euforikus, hogy 56-ban az utcán lehetett énekelni. Volt egy ellenzéki funkciója a himnusznak, egy nemzeti platformon, ezt se szabad elfelejteni, és hozzátartozik a történetéhez. Sőt, a határon túli magyarság számára meg még egy plusz hozzátartozott ehhez, hát ott betiltották sok helyen, meg ha nem is tiltották be, de gyanús volt, meg büntetés járt érte. Nagyon érdekes, ugye éjfélkor eljátsza a rádió. Igen. Ez 1930-as évek óta, lényegében a rádió indulása óta így van, de az első években nem így volt. Mert az akkori magyar rádió ezt nem akarta, mert azt mondták, hogy ünnepélyes alkalmakkor kell ezt csak játszani, mi az, hogy minden éjszaka. Kikövetelték a hallgatók, leveleket írtak, tehát azt hinnénk, hogy ez a Horthy rendszer sajátja, hogy akkor minden év... Nem, ezt a hallgatók akarták, és ellenállt, ugye Kozma Miklós volt a rádió vezetője, egy felvilágosult, nagyon jobb volt, de nagyon felvilágosult ember, és ő nem akarta. És kikövetelték. Szóval, hogy általában utat tör magának, és tényleg egy ilyen alulról jövő igénynek. Igen, meg az jutott eszembe, hogy említettétek ugye a szocialista korszakot, tehát a szocialista tábor korszakát, amikor ugye ennek a tábornak a ideológiai alapon létrejöttek a szimbólumai. A dalok, a zászlók, a fényképek, stb. Stb. És ezek bizony egy birodalomnak a szimbólumai voltak, aminek az súlya alatt éltünk, és mégse tudta elmosni. Nem, a címer az áldozatul esett. Az igen. De igen. Rákos ugye mindent megpróbált, és úgy tudom, Kodálynak felajánlotta a lehetőséget. Hát a legjobb, szerencsére... De ő visszautasította állítólag. Két forrás most megírta Kodály is, meg megírta Jéz Gyula is, mert őket jelölték ki, szerencsére jó ízléssel. És leültek, és visszamentek. Képzeljétek el, a Rákai Filipet kérnék fel erre. Visszamentek, és azt mondták, hogy jó a régi. És valamilyen Révai azt mondta, hogy jó, hát akkor nem. Akkor meg maradjon. Amihez persze kellett, hogy a magyar kommunistáknak ez a népi romantikája az ugyanúgy jellemző volt, tehát hogy ők ezekhez nem nagyon nyúltak, ami csak menthető volt. Most nyilván a kettős kereszt azért kicsit sok lett volna a címerbe, azt lecserélték, de alapvetően nem nyúlt. Tehát a zászlót is lecserélték volna, meg hát volt egy pár szocialista ország, ahol igazi nagy régi jelképeket lecserélték. Érdekes módon a lengyelek meg mi megúsztuk. Igen, én emlékszem arra a korszakra, amikor egy vita keletkezett egyetemisták körében, hogy a 48-as forradalmat és a szabadságharcot március 15-én megünnepeljük, ezt ugye a komcsik se lehetett eltörölni. Forradalmi ifjúsági nap. Hát nem, nevezték mindennek, de hát ezt még anélkül, hogy az ember ezt végig gondolta volna, ezt kidobta ezt a fogalmat magából. Még már úttörőként is kidobta, mert érezte a hamisságát. És akkor az a vita indult el, hogy jó, rendben van, március 15, minden oké, na de ott van 21-e a Tanácsköztársaság, azt mindenki letolja, már bocsánatot kérek, az csak a hivatalosságnak az ünnepe, az csak egy ráerőltetett dolog, annak semmiféle nemzeti identitás képző ereje nincsen, holott ha valaki tanulja a történelmet, akkor a első világháború utáni katasztrófában, a Tanácsköztársaság időszakában voltak olyan tettek, lépések, akár a területek megtartásáért, amiket nem kéne kirekeszteni a nemzeti történelemből, de nem ütött át valahogy, nem tudott átjönni. Tehát miért? Hát túl rövid ideig tartott, túl megosztó volt, és nagyon sok kárt okozott. Hát szóval a vörös szín azért nem nemzeti szín. Hát nem azt mondtam, hogy nemzeti szín, csak hogy le van öntve. Butábbak voltak e tekintetben, mint a rákosiék, mert például a himnuszt azt rögtön nem betiltották, de az internacionálét tették meg. Az igaz, igen, és akkor az egy ilyen idegen dolog ráerőltetve. Akkor még egy utolsó kör. Nem, amit lehetett volna, nem, ugye amikor visszafoglalták Felvidék egy részét, akkor ebből nem próbáltak nemzeti tőkét kovácsolni. Ez igaz. Megtörtént, de nem kísérte az a nemzeti eufória, vagy az az integratív gondolkodás, hogy akkor ez jó, a... Lehetett volna. Lehetett volna, hát pontosan erről van szó, hogy miközben Trianont siratjuk, azt mondjuk, hogy ezek meg gazemberek voltak, holott. Na mindegy, ez tényleg már nem a himnusznak a gondolatköre. Csepeli György és Nyáry Krisztiánnal egy utolsó kört szeretnék arról, hogy akarjuk, nem akarjuk, ez a világ globalizálódik. Ami körülöttünk van, az összes válságával együtt egyre inkább globálisan működik, akár kommunikációs téren, akár fizikai értelemben, a kereskedelmet, meg mindent nézem. Ebben a ti prognózisotok szerint a egyes államok és ezben élő nemzetek, egyes államokhoz tartozó lakosságnak az odatartozása, akár a himnuszoknak a jóvoltából, vagy hasonló rituálék megtartásának jóvoltából, egyre fontosabb lesz, vagy fel fog oldódni. Én már ebben az ügyben nyilatkoztam az előbb, én szerintem egyre fontosabb lesz. Ugye, ha csak most veszem a keleti határainkon zajló háborút, ez egy olyan szorongás mennyiséget szabadított el Magyarországon, és bizonyos szempontból ez a szorongás ez terjed kifele nyugatra, hogy a menedék az rettenetesen fontos, és nincs más menedék, csak ez. Aha. Még azt is el tudom képzelni, hogy nálunk nem, de ahol megvan az adottság, hogy nemzetállami szint alatti. Tehát az, hogy A katalánt azt tudjuk, de hogy a velszi, a flandriai, ilyen típusú közösségi jelképek egyre fontosabbak, az is, azt is látjuk. Tehát, hogy éppenséggel nem a nagyon globális nagy jelképek felé megyünk, hanem szeretjük megteremteni azt a belátható közösséget, ami egy kis országnál még belátható, egy nagynál meg kevésbé. Miközben a globalizáció dübörög, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez visszafordul, csak azt kell látni, amit ma Huntington leírt a 90-es évek elején, hogy vannak visszacsapások, tehát a lélektani szempontból az nem olyan egyértelmű, hogy az egész világ egy, tehát nem mindenki Kant, aki emberiségbe gondolkozik, hanem hát csak konkrét kategóriákban gondolkozunk, hogy magyar, zsidó, cigány, keresztény, stb. Tehát ilyen értelemben véve ez a kettő, ez együtt van ebben a ellentmondásos világban. Mindez arra hajaz, amit Csepeli György már korábban mondtál, hogy miközben a himnusz ugye egy nemzetvesztő gondolat jegyében születik, és ugye egy fohász, hogy a pusztulás ellen valami történjen, valami isteni dolog, addig azt mondod, hogy egyéni szinten nem ez a depresszió jellemzi az embereket, hanem igenis az életre valóság, az örömszerzés, stb. Tehát nem hagyja át az egyéni világot ez a nemzet tudatszintjén működő depresszió. Így van. Tehát ez ugyanaz a gondolat, amit most mondta, hogy dübörög a globalizáció, de ez nem fog megjelenni az egyének szintjén úgy, hogy feloldódjunk ebben, hanem még inkább ragaszkodhatunk a meglévő közösségeinkhez. Ha jól értettem. Hát most a feladat, hogy túléljük ezt a háborút. Hát most ez a közvetlen feladat, igen. Köszönöm szépen, túléljük ezt a műsort, köszönöm szépen Csepeli György szociálpszichológus professzornak, Nyáry Krisztián írónak és a hallgatóknak, Somfai Péter szerkesztő nevében is a türelmet és a figyelmet. Jövő héten újra jelentkezünk a műsorra, minden jót.